Hey everyone, this is Matteo Bocelli and you're watching Focus. We're here in home in Italy, in Tuscany. A napsütötte Toszkána közepén egy Lajatico nevű településtől nem messze található a Bocelli család birtoka, ahol a világhírű tenorista Andrea Bocelli nagyon sok időt tölt el családjával. Ebben a festői környezetben fogadott minket egyik fia, aki szintén egy világhírű énekes, Matteo Bocelli. A 26 éves Matteo megmutatta a Fókusznak azt a helyet, ahol nem csak gyerekként töltött sok időt, hanem most is ide jár kikapcsolódni. Arról is beszélt, hogy mi a hobbija, amikor éppen nem a világot járja koncertjeivel. A kereskedelmi tévék közül egyedüliként csak az RTL-nek nyilatkozott, és a beszélgetés közben pont megjött édesapja is. A látássérült Andrea Bocelli még lovagló tudását is bemutatta. Apa és fia legutóbb a március 11-i Oscar gálán énekelt együtt a Time to Say Goodbye-t, az In Memoriam nevű résznél, amikor az elhunyt hollywoodi színészekre és filmesekre emlékeztek. Különleges élmény volt, mert ennyire sok tehetséges ember előtt léphettünk fel. Őszintén szólva kicsit ijesztő is volt számomra, mivel világszerte milliók nézték élőben. Ráadásul a saját apád legsikeresebb dalát énekeled vele együtt. Nagy pillanat volt, de nagyon élveztem minden pillanatát. Volt alkalmunk sok színésszel, filmessel találkozni, például Matthew McConaughey-vel, Miles Tellerrel és az egyik nagy kedvencemmel, Robert Downey Jr.-ral is. Ugye, ő is hatalmas tehetség. One of my favorite actors, Robert Downey Jr. He's huge, he's an amazing talent. Az örökzöld idén éppen 30 éves. Ebből az alkalomból készült el a dal friss verziója, amelyet a kétszeres Oscar-díjas zeneszerző Hans Zimmer hangszerelt újra. Az üzenete még ennyi év után is örökérvényű. Nem hiába lett ekkora siker világszerte. Nagyon hálásak vagyunk ezért a dalért, hiszen apám karrierje is ettől a felvételtől indult igazán be. Én is azt kívánom, hogy nekem is legyen valamikor egy olyan jó saját számom, mint a Time to Say Goodbye. Do you think one day you would like to do what your daddy does? A dalból készült új klip elején arról kérdezik archív felvételen a kisgyerek Matteót és testvérét Amost, hogy ugyanúgy énekesek akarnak-e lenni felnőtt korukban, mint apjuk. Akkor mindketten határozott nemmel válaszoltak. Az eltelt évtizedek alatt viszont nagyot fordult a kocka, hiszen Matteóból is elismert énekes lett. Tavaly jelent meg első önálló albuma, amelyen a dalok közül több ebben a házban született, és ennél a zongoránál énekelt el azokat először. A nappaliban a falon lógnak a fényképek, ezeken apjával és idősebb testvérével együtt látható. Sok, az évek során a világ több pontjáról elhozott ajándék is van a polcokon. Egyebek mellett egy Andrea Bocellit ábrázoló dombormű, vagy egy arany és platina lemezt elismerő, braille írással ellátott emlék, amelyet éppen Budapesten kapott meg a látássérült énekes még 2015-ben. A fekete-fehér képeken is látszik, ahogy kisgyerekként már tehetségesen zongorázott Matteo, aki 6 éves korában kezdett el a hangszeren játszani. Ha nyugalomra vágyik, akkor mindig ide tér vissza a családi fészekbe, Lajaticóba, ahol minden olyan, mintha egy romantikus toszkán regény helyszínén lennénk. Szőlőtőkék, hatalmas udvar a család macskájával, aki gondtalanul sütkérezik a simogató napfényben. Ha pedig igazi olasz ételre vágyik, akkor csak lesétál az 5 percre lévő Bocelli étterembe, amelyet Andrea visz testvérével együtt. Itt is be van rendezve egy külön szoba olyan erekékkel, amelyeket a világhírű tenor hozott a külföldi fellépésekről. És itt is látható számtalan fotó a család elmúlt évtizedeiből.
Now these last years I'm here. Az elmúlt néhány évben kezdtem igazán sok időt tölteni itt. Egyrészt azért, mert az egész helynek leírhatatlan energiája van, és legfőképpen azért, mert nagyon jó emberekkel vagyok körülvéve. A legjobb hely arra, hogy nyugodtan, békességben dolgozhassak. Segít abban, hogy két lábbal a földön maradjak, mert ugye szerencsés vagyok, hogy sok leírhatatlan dolgot élhetek át a világ minden táján. Ezeknek sokszor az a hátránya, hogy kicsit eltávolodok a valóságtól. Itt olyan emberekkel töltöm az időmet, akik segítenek abban, hogy szerény maradjak és értékeljem az egyszerű dolgokat. Beszélgetésünk közben váratlanul megérkezett Andrea Bocelli. A világhírű tenor eddigi karrierje során több mint 70 millió lemezt adott el. Legutóbb 2 éve járt Magyarországon, akkor kislányával, a 11 éves Virginiával énekelt együtt több dalt a sportarénában. Ön is a sztár szót használta. Ez pedig azt jelenti, hogy csillag. És ma este a legszebb csillaggal fogok együtt énekelni, aki itt van. Ez a kis csillag, aki itt van. Andrea saját elmondása szerint is hatalmas élmény volt számára, hogy a hollywoodi Dolby Színházban állhatott színpadra fiával, Matteóval együtt néhány hete. Nagyon szép pillanat volt az Oscar gála számunkra. Nekem nem ez volt az első, hiszen már egyszer felléptem 1999-ben a díjkioszton, akkor Celine Dionnal együtt énekeltük a Prayer című dalt. Andrea most azért jött, hogy egyik nagy szenvedélyének a lovaglásnak hódoljon. Itt a birtokon, az istállóban több lova is van a Bocelli családnak. Andrea jelenlegi kedvence egy fiatal fekete csődőr. Miután felhúzta a lovagló csizmáját, játszik könnyedséggel pattant fel a nyeregbe, majd vágtatott ki a toszkánai birtok kapuján, miközben a lovász egy másik lovon kísérte. Majdnem egy óra múlva tértek vissza, ekkor Andrea Bocelli azt is bemutatta, milyen könnyedén bánik a még kisé zabolátlan fiatal jószággal. Matteót is meglepetésként éri, hogy apja pont akkor jött lovagolni, amikor ő is otthon van. Az interjú 3 nappal azután készült, hogy felléptek az Oscar gálán. Hollywood nem ismeretlen Matteo számára sem, hiszen már szerepelt Idris Elba és Tilda Swinton oldalán 2 éve. Mustafa herceget alakította a 3000 év vágyakozás című filmben, amelyet a Mad Max franchise alkotója George Miller rendezett, sőt a fantasy betét dalát is ő énekelte el. Matteo azt is elárult, hogy ezen a birtokon volt már vendégük, egyenesen Hollywoodból, nem is akárki. Johnny Depp, he's been here in this place. He visited us and Johnny Depp is járt már nálunk itt, meglátogatott minket. Vele találkozni is hatalmas élmény volt, mert ő az egyik legnagyobb filmszínész kedvencem. De van olyan, hogy valaki híressel találkozol, és rájössz, hogy a való életben nem is olyanok, mint amire számítasz. Vele pont az ellenkezője történt, hiszen ő nagyon visszafogott ember, nagyon szerény. Látszik rajta, hogy habár minden siker megvolt neki, amit csak el tudsz képzelni, de mégis az egyszerű dolgokat képes értékelni. És ha ilyet tapasztalsz egy világhírű sztárnál, akkor az egy igazi kincs. A legfiatalabb Bocelli fiúval együtt sétáltunk apjához. Eközben arról mesélt, hogy ő sajnos nem lovagolhat, mivel allergiás a lószőrre. Itt csak távolról szemléli az állatokat. Matteo leült Andreához, még így is feltűnt, hogy mennyire magasak, no meg az is, hogy milyen gyengét szeretet fűzi össze őket. Első duettjük a 2018-as Diótörő és a 4 Birodalom című fantasy főbetét dala volt. Akkor töltötte be Andrea Bocelli a 60-at, ez pedig egy igazi ünnepi alkalom volt arra, hogy fiával, Matteóval készítsen közös felvételt. Azóta már többször énekeltek együtt, sőt időközben csatlakozott hozzájuk a legfiatalabb Bocelli családtag, Virginia is. Ők hárman vettek fel egy karácsonyi albumot 2 évvel ezelőtt, telistele ünnepi klasszikusokkal és új szerzeményekkel. Ezek közül az egyiket, a Greatest Gift, azaz a legnagyobb ajándék címűt, tavaly a legmagasabb európai hegyen, a több mint 4000 méter magas Mont Blanc olaszországi csúcsán is előadták. Az ünnepek Matteónak is nagyon fontosak. Now since
Néhány éve már sokat utazom egyedül a fellépésekre, és ez nem is baj, mert végre egyedül is dolgozhatok a karrieremen, és a saját utamat járhatom, és szerintem ez sok ember vágya. De éppen ezért sajnos egyre kevesebb időt tudok a családommal tölteni. Számomra a karácsony azt jelenti, hogy végre újra összejöhetünk, és azokkal vagy, akiket igazán szeretsz és feltöltenek, boldoggá tesznek. És erre törekszik mindenki. Ez mindenkinek a cél. To spend time with the people that you truly love and people that makes you feel good, makes you happy. Unfortunately, Sajnos húsvétkor éppen úton leszek. Pont nagy szombaton van az utolsó koncertem Ausztráliában, és húsvét vasárnap ülök fel a gépre hazafelé, így a családi ünneplésre nem érek ide. A családi összejövetelekkor is gyakoriak a közös éneklések. Matteo nekünk is adott egy mini koncertet egy rövid behangolás után. A Send in the Clowns című dalt énekelem el most, ami az Egy kiséi zene című musicalből ismert, és leginkább Frank Sinatra és Barbra Streisand előadásában vált világhírűvé. Nem könnyű az ő nyomukba lépni, de megpróbálom. Majd egy igazi klasszikusba is belekezd. Ezzel a dallal szoktam a koncertjeimet zárni. Lucio Dalla írta eredetileg. Szerintem sokan ismerik. Egy világ. Ezt a két dalt hamarosan Matteo magyar rajongói is hallhatják majd élőben. Júniusban ugyanis első önálló koncertjét adja Zalacsányban, az Örvényes Völgy Fesztivál erdei hátterű színpadán, egy 20 hektáros családi birtokon a zalai dombok között. Egy szimfonikus zenekarral fogok együtt zenélni, és bevallom, izgatott is vagyok, hiszen az közismert, hogy a magyar komoly zenészek nagyon tehetségesek, és képesek arra is, hogy pop vagy crossover dalokat is eljátszanak, így nagyon várom az első önálló koncertemet Magyarországon. Matteo nem titkolja, hogy új albumán is dolgozik, de hogy kikkel, az még titok. Első nagylemezét olyan zeneszerzőkkel vette fel, akik többek közt Ed Sheeran-nel vagy Beyoncé-val is alkottak közös dalokat. Neki is nem csak apjával vagy húgával volt már duettje. Például az Until She's Gone című dalomban a kolumbiai világsztárral Sebastián Yatrával énekeltem duettet. Az egyértelműen karrierem egyik legnagyobb élménye volt, nagyon élveztem vele a közös munkát, és remélem, hogy a jövőben még több elismert zenésszel dolgozhatok együtt. Ha pedig nem a zenéléssel foglalkozik, akkor különleges hobbiának hódol. Mindig oda voltam a kocsikért, főleg az offroad autókért. Már csak azért is, mert itt vidéken sok olyan terület van, ahol azokat ki lehet próbálni. Gyerekként sokat vezettem ilyeneket. Egy bizonyos típus közel is áll a szívemhez, és akkor szerettem volna egyet venni. Találtam is. A tulajja otthagyta egy szántóföld közepén rozsdásan. Megkérdeztem, hogy megvehetem-e tőle. Majdnem ajándékba adta. Annyira el volt hanyagolva. Viszonylag olcsón szereztem meg, szétszedtem teljesen, újra festettem, és újra összeraktam néhány barátom segítségével. Azt viszont bevallotta, hogy csupán amatőr szinten űzi ezt a hobbit. Nem tudnék azért ilyen jeepet összerakni, azért még nem vagyok ennyire ügyes, és nem is autószerelő a szakmám. Meg is mutattam ő helyét. Ez lesz a készülő kocsinak a motorja. Ezek pedig az alkatrészek. Általában nagyon precíz ember vagyok, nem szoktam ekkora rendetlenséget hagyni, de most, hogy sokat turnézom, nem volt időm a műhelyben rendet rakni.
Amikor ezen az asztalon dolgozom a két kezemmel, akkor tudok teljesen kikapcsolni. Találkozásunkat egy különleges helyszínen zártuk. Laetikóban évente megrendezik azt a fesztivált, amelyen Andrea Bocelli is mindig fellép, hiszen őt is hazahúzza a szíve, itt több ezer rajongó zarándokol el minden nyáron ide, a Teatro del Silencio nevű helyre. Híres cégek is jönnek, tavaly például Gerard Butler is ide látogatott. Idén Matteo is fellép itt apjával együtt, ad is egy kis ízelítőt abból, hogy mit fog énekelni. Aztán egy laza csáóval búcsúzott tőlünk Matteo, abban a reményben, hogy néhány hónap múlva ismét találkozhatunk vele magyarországi koncertjén.